sorra érkeznek a vendégek a tarjáni gyermektáborba. Ők valamennyien a második kávészünet nemzetközi kreatív fesztivál miatt utaztak közelebbről vagy távolabbról Salgó-Tarjánba. Május 10-e és 12-e között színes és kreatív programok vártak a fesztiválozókra a Kreatív Kávézó informális csoport szervezésében. Az első találkozások a szervezőkkel, az utolsó simítások a tábor területén, majd közös vacsora készítés. Pénteken az ismerkedésé, a jó beszélgetéseké és a közös nyársalásé volt a főszerep. Az alkotás, ami minket összeköt, de szeretném, hogyha ez a hétvége ennél sokkal többről szólna. Egy felejthetetlen beszélgetésről, egy jó nevetésről, közös kávézásokról, az új ismerettségekről, barátságról, közösségről, összetartozásokról. Közben ismerjétek meg városunk, megyénk páratlan értékeit, a fesztiválra érkező kulturális fellépők és a bemutatkozó értékteremtő szervezetek kézműves közreműködésével. A fesztivál fő alkotói napja szombat kora reggel nyílt. A rendezvény ötletgazdájának és főszervezőjének köszöntőjét követően a fővédnökök üdvözölték a látogatókat. Meg kell találni azt a pontot, hogy hol tudunk egy kicsit nyugalmat találni, hol tud a lelkünk egy kicsit megnyugodni, és azt gondolom, hogy a kreatív alkotás ez pont egy ilyen dolog, és hogyha mellette meg társul azzal a közösségépítő szellemmel, aminek itt most példát tudunk adni, akkor azt gondolom, hogy a kettő együtt ez fantasztikus élményeket nyújthat. Fekete Zsolt polgármester mellett dr. Szabó Sándor kormány megbízott is a közösségi lét és a szabadidő tartalmas eltöltésének fontosságát hangsúlyozta. Az ember minőségi életét az határozza meg, amikor már el tudja hagyni azt valóban, hogy az anyagiak után kapar, hogy rohan, és gyűjti a vagyontárgyakat, és olyan életet él, amibe bele van kényszerítve. Nem. Mikor már a hobbinak él, mikor már annak él, hogy a szépség, az alkotás, valamit tenni, valamit csinálni, valamiben csak úgy gyönyörködni. Hát én azt hiszem, ez a csapat erről szól. A rendezvény létrejöttét sokan támogatták, volt, aki alapanyaggal, mások a szervezés zökkenőmentes kivitelezésével segítettek. Hello to everybody, I'm happy to come here from Italy. Mónika Parutta mesteralkotó egészen Olaszországból érkezett Salgó-Tarjánba, hogy részt vegyen a fesztiválon. A térség kulturális értékeinek bemutatkozási sorát méltó módon az ifjú Nógrád és a Dűvő nyitotta, de tucatnyi előadó mutatkozott be a színpadon a nap folyamán. Mellettük a megye legjelentősebb kézművesei is felsorakoztatták portékáikat a több száz látogató számára. A szövetnek a rostjaiba a festéket. Rendben? Mindeközben egy teljes nap állt az alkotni vágyók rendelkezésére, hogy kipróbálják a különböző kézműves technikákat. Abból is annyit akarok, kidolgozom, itt ugyanúgy mellé megyek. Többek között különböző tárolódobozok, képkeretek, papírfonással készült dísztárgyak, kulcsos szekrények, mixmédia képek készültek az alkotópontokon. A foglalkozásokat a Kreatív Kávézó csapata vezette. Nálunk egy fantasztikus akrilfestékes doboz készül, egyszerre többszínű akrilfestéket használunk. Az a lényeg a mi dobozunknak, hogy hogyan tudunk az elég élénk színű akrilfestékekkel egy ilyen igazán finom, elegáns doboz csinálni, egy kis dekopásodással, egy kis szalvéta technika, ugye. És hát utána a végén egy csodálatos mászhatású púringakkal lakkozunk, amitől egy ilyen kis ékszerdoboz lesz az egész. Ebben a mintadarabban bemutatjuk az alkotóknak a rozsdásítást és a repesztést, különböző módjait mutatjuk be nekik, és ilyen barnás színeket használunk, ezüstös, bronzos színeket is használunk mindenki, amilyet neki tetszik, és mindenkinek másmilyen készül, mert mindenki a saját akarata szerint változtatja, hogy neki ez hogyan tetszik, de mindenki ugyanolyan szép lesz. Oda bele a mintába. Úgy. 15 különböző helyszínen festhettek, ragaszthattak, dekupázsolhattak, gyúrmázhattak az érdeklődők, minden generációt képviselve. Többen már visszatérő vendégként érkeztek a táborba. Fantasztikus, hogy azokkal, akik tavaly is itt voltak, egyszerűen ölelkezünk, találkozunk, egyszerűen minden szuper. Nagyon sokszor rajzolok, meg van, amikor, hogyha anya megengedi, festek. És miért szeretsz alkotni? Hát
Azt még én sem tudom. Nagyon sajnálom, hogy tavaly az elsőn nem tudtam részt venni, és most, most muszáj volt jönnöm. Akkor segítsek kinyomni, vagy megpróbálod? Megpróbálom, persze. Felülről. Ez így jó. Megfogod itt, és akkor nyomni. Tavaly találkoztak először ilyen formában ezek az alkotók. Korábban csak az interneten keresztül, online kézműves foglalkozások keretében tartották a kapcsolatot. A Kreatív Kávézó informális közösség tagjai döntöttek úgy tavaly, hogy szeretnék egymást megismerni, és itt Salgótarjánban adtunk helyet az első kávészünet találkozónknak, amit idén egy kicsit nagyobbra álmodtunk, és egy háromnapos nemzetközi kreatív fesztivállán nőtte ki magát, ahol nem csak a helyi lakosok képviseltetik magukat. Az ide érkezők, mivel az ország különböző pontjairól, illetve külföldről is érkeztek, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megismerjék közelebbről Salgótarjánt, illetve a Nógrád megyei értékeket, látnivalókat, és hogy itthon érezzék magukat nálunk. Ezt majd nem fogjuk festeni, egy olyan 3-4 cm levegőt, a helyi alkotók mellett az ország legnevesebb hobbi művészeivel is lehetőség nyílt a közös kreatívkodásra a tábor különböző helyszínein. Élvezett olyanokkal találkozni, akiket nagyon sokáig csak névről ismertem az internet világából, és tényleg mindenki nagyon-nagyon kedves, közvetlen volt. Azt mondták, hogy jól érezték magukat, én nagyon bízom benne, hogy ez tényleg így is volt. Próbáltam olyan információkat átadni nekik, amikkel aztán később más technikákat is tovább tudnak csinálni. A szombati kreatív kavalkádot követően vasárnap rekordot döntött a csapat, több mint 100-an alkothattak együtt egyszerre egy műhely foglalkozás során. A közösség nevéhez hűen kávétároló készült az összetartozásuk jeléül. Ez volt ugyan az utolsó dekoráció, ami a fesztivál keretében elkészült, de a csapat az élő videós közvetítések során hétről hétre újra találkozik majd a jövő évi fesztivál megrendezéséig.